Jelentős mennyiségű hulladék halmozódott fel a június 27-i viharos időjárás következtében a Szalaváros részben. A Városgondozás-Eger Kft. Munkatársai már a villámárvíz napján, szombaton a katasztrófavédelemmel együtt megkezdték a takarítási munkákat. 5 konténer és 4 teherautó segítségével gyűjtötték össze a felgyülemlett szemetet. Juhász Géza, a Városgondozás-Eger Kft. Ügyvezetője elmondta, erről a területről 11,5 tonna hulladék került ártalmatlanításra, illetve közel 2 tonna építési törmelék még hasznosítható a későbbiekben. A konténeres és a teherautós szállításnál többnyire a víz által összehordott lom hulladék volt, ami kommunális szeméttel is keveredett, valamint jelentős mennyiségű építési bontási törmeléket is felszínre hozott a víz, ugye a nagy erő felszakadta szinte az aszfaltot, és ez 2 helyre került. Az építési típusú hulladékok a inert telepünkre kerültek, ott még hasznosítható állapotban vannak. A többi hulladék, az olom hulladék, illetve a kommunális, az pedig az átrakó állomásra került Egerbe, onnét majd közúti szállítással a helyipapír lerakóba fog kerülni. Hozzátette, a hulladékok eltakarítása után a közterületi utakat locsoló autók segítségével hipósoldattal fertőtlenítették. Elmondta, továbbra is vannak még feladatok, ugyanis várhatóan a héten kezdik el a víz által elöntött magánterületek, kertek és udvarok fertőtlenítését is.